fúvós zenével és a hagyományőrző huszárok felvonulásával kezdődött a 16. Nyíregyházi huszártalálkozó. A Magyar Huszár Alapítvány és a Józsa András Múzeum által szervezett rendezvényen felelevenítették az 500 éves múltra visszatekintő fegyvernem történelmének fontos korszakait. Elhangzott, a magyar huszára mindig akkor volt igazán szükség, amikor a katonai racionalitás már kevésnek bizonyult, amikor elsősorban a kiemelkedő személyes képességekre volt szükség a harci feladatok megoldásában. A honvédelmi államtitkár arról beszélt, hogy Nyíregyházának mindig szoros kapcsolata volt a honvédséggel. A Honvédelmi Minisztérium vezetése számára kiemelt jelentőséggel bír, hogy a mai rendezvénynek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megyeszékhelye Nyíregyháza ad otthont. A város régi katonahagyományokra tekint vissza, melyeket napjainkban újra megerősítünk. A honvédség a 19. század második felétől egyre jelentősebb szerepet töltött be a város társadalmi és gazdasági életében. Nyíregyháza joggal nevezhette magát katonavárosnak, hiszen 1868-tól egészen 1996-ig folyamatosan katonai alakulatoknak adott otthont. Nyíregyháza polgármestere kiemelte, hogy a városban tér és utcanevek, köztéri alkotások emlékeztetnek a huszárokra, két évente pedig a huszártalálkozón ápolják a legmagyarabb fegyvernem képviselőinek emlékét. Nagy öröm mindannyiunknak, hogy ilyenkor augusztus utolsó hétvégéjén szép látványosságot is nyújtva városunkban gyülekeznek mindazok, akik valamilyen módon kapcsolódnak a legmagyarabb fegyvernemhez, a huszárhoz. Köszönet a szervezőknek, a résztvevőknek, az egykori huszárok utódainak, a mai leszármazottaknak, hogy fontosnak tartják és felkarolják a huszárság hagyományainak ápolását. A megyei közgyűlés alelnöke szerint fontos a múlt értékeinek ápolása és a hagyományok tovább örökítése. Márai Sándor azt mondta, hogy az ember életének igazából értelmet csak egyetlen egy dolog adhat, az pedig a szolgálat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. A huszárok pontosan ezt a szolgálatot végezték, és mai munkájukkal végzik most is. Olyan példát állítottak elénk, amely példát vinni kell tovább. És amely példa a mai világban, ebben a felgyorsult világban talán sokszor már hiányzik, és sokszor már nem is lelhető fel. De mégis ott van, és hál' Istennek, mi magyarok, mi élen tudunk járni ebben is, tudjuk vinni a zászlót, és ebben nagy szerepe van a huszárjainknak, az ősöknek, akik a génjeiket átadták az utódoknak. A rendezvényen Vattai Antal, a legendás altábornagy unokája, négy zászlót ajándékozott a vitéz Vattai Antal területvédelmezze számára, majd a hagyományos koszorúzás zárta a megemlékezést.